30 fok fölötti értékeket is mutattak a hőmérők az elmúlt napokban. A kánikula pedig kitart a folytatásban, és várhatóan csütörtökön tetőzik 38 fok körüli hőmérséklettel. Nem csak meleg van, az UV-sugázás mértéke is az egekbe szökött, ilyenkor akár 15 perc alatt le lehet égni a tűző napon. Ez jobb esetben csak bőrpírt vagy erős hámlást okozhat, hosszabb távon azonban súlyosabb szövődménye is lehetnek. A bőr szárazabbá, öregebbé válása és az öregségi vagy májfoltok megjelenése mellett jelentősen hozzájárul a bőrrák kialakulásához. Főleg azoknál, akik veszélyeztetettebbnek számítanak ebből a szempontból, fejtettek egy szakember 35 perc című műsorunkban. A világos bőrűek azok, akiknek sok anyajegye van, azok, akik már többször megégtek, különösen, ha gyerekkorukban égtek meg, mindenképpen veszélyeztetettek. Vannak olyan betegcsoportok, akik valamilyen gyógyszert rendszeresen szednek, és ez fényérzékenyít. Nekik is még fokozottabban ügyelni kell a fényvédelemre, mert borzasztó hólyagos napégéseket kaphatnak, akár egy májusi kellemes első napon. Tehát mindenkinek sokkal jobban kell óvakodni, de vannak olyan kockázatos csoportok, akiknek meg különösen. A bőrgyógyász hangsúlyozta, a legjobb, ha elkerüljük a tűzőnapot, egyébként sem divat ma már a csokiban a bőr. Másrészt figyeljünk a megfelelő fényvédelemre, és nem csak a strandon és nyáron, tavasszal és őszelején is le lehet égni. Ha sem mindegy, milyen készítményt használunk, vannak ugyanis olyanok, amelyek fényérzékenyítenek. A gyakoriság is fontos többször és vastagon kell magunkat bekenni. Napozás után pedig bőrápolóval érdemes nyugtatni a bőrünket. A szakember az évi egyszeri melanóma szűrés fontosságát is kiemelte, ahogy arról is beszélt, milyen más veszélyek leselkednek bőrünkre a strandokon. Gyakrabban észlehetünk például bőrfelszínen gombás fertőzéseket, nem is csak a strand miatt, ahol nyilván megint csak felázik a bőr, de az izzadás miatt is. Tehát ha valaki azt észleli, hogy a melkasán vagy a hátán lenem barnuló, világos, nem egyforma színű foltok jelentkeznek, ez általában gombás hátterű, jó kezelhető, azt kerül a tudni, érdemes kezelni, mert néhány nap alatt megkezelhető, és eltűnnek a foltok. Megint csak a víz közelsége, az izzadás segít abban, hogy vírusos szemölcsöket is elkaphasson könnyebben bárki. Ha mégis megjelennek a bőrünkön, ezekkel is érdemes szakemberhez fordulni.